Randy Clark volt az az evangélista, aki a torontói áldás nevű ébredés kirobbanásának volt a katalizátora, ahova az egész világról több mint 4,5 millióan jöttek el, több százezren tértek meg, több millióan találkoztak Istennel, és átéléseik voltak vele, több tízezren meggyógyultak. Azóta is Randy több ezer teljesen átlagos ember tanít meg arra, hogyan gyógyítsák meg ők is a betegeket. Akik használták tanítási anyagait, több millió embert vezettek már az Úrhoz. Most téged akar mentorolni, hogyan fogadd el saját gyógyulásod, és hogyan imádkozz másokért is gyógyulásért. Hello, üdvözöllek világomban, ahol a természet fölötti a természetes. Vendégem imádkozott, és kiképzett, tehát felkészített a messiásban hívők és vezetők százezreit szerte a világon, hogy csodákban és gyógyulásokban járjanak. Azután imádkoznak másokért. Nem lehet elmondani, hogy hányan voltak készek arra, hogy normálisak legyenek. Mondhatnátok azt, hogy ez az én normáim szerint nem normális, akkor te nem vagy normális. Tisztázzuk ezt, ha azt mondom normális, ez a bibliai meghatározás szerint értem, és elmondom neked, hogy ez az ember fel akar készíteni most téged is arra, hogy normális légy. Randy, amikor 5 éves voltál, megtapasztaltad az első csodát. Beszélj nekem erről. A nagymamám volt az anyám anyja, aki tanulatlan volt, egy egyszerű asszony, de éppen akkor nyerte el az üdvösségét, előtte sokáig nem volt keresztény. És neki egy nagy golyvája volt, amikor hallotta Isten hallható hangját, amint azt mondta neki, ha átmész a másik szobába, amely kb. 3 méterre van, és imádkozol, meggyógyítalak. Úgyhogy egyszerűen belépett a hálószobába, és elkezdett imádkozni, és azt mondta, éreztem egy forró kezet a torkomon, és a golyva azonnal eltűnt, és ez volt az első gyógyulással kapcsolatos történet. Ez keltette fel az érdeklődésemet a gyógyítás iránt. Biztos vagyok benne. Elbűvöl nagymamád lánya is, aki a te édesanyád. Beszélj nekem arról az időről, amikor anyukád a mennybe ment. 6 éves voltam. Isten gyorsan dolgozott veled, 5 évesen, majd 6 évesen. Én 6 éves voltam, az öcsém 4. Nos, amikor én 6 éves voltam, nem tudtam a bal kezem megkülönböztetni a jobb kezemtől. Neked akkor járt anyukád a mennyben, nagymamádnak pedig eltűnt a golyvája, áldott ember vagy, de folytasd csak. Nos, elmondta nekem, és minden alkalommal, amikor megpróbált erről beszélni, akkor elkezdett sírni. Több mint 40 év telt el úgy, hogy nem tudott beszélni erről, anélkül, hogy szó szerint kitört volna belőle a sírás, mert újra és újra átérezte ezeket az érzéseket. Én 6 éves voltam, az öcsém 4, a húgom 3. Amikor kisétált a házból, úgy érezte, hogy ez az erő, ami olyan, mint egy légörvény, felkapja és hátraesett. 2 ember látta, akik az egyetemen dolgoztak, észrevették, hogy nincs pulzusa és nem lélegzik, azt gondolták, hogy meghalt. A mennyben volt. Amikor szelleme kiszállt a testéből, elég durva volt, mintha elhagyta volna a testét, és elment ő egy gyönyörű helyre. És aztán az apám, mostanában beszéltem vele, ők már a 80-as éveiben járnak, és az apám azt mondta, annyira megijesztette ez, mert azt mondta, anyád még 2 héttel az eset után is úgy járkált a házban, hogy azt mondogatta, olyan gyönyörű ott, akkora békesség, nem akarok itt maradni, vissza akarok oda menni, és megpróbált egy olyan helyet találni, ahonnan visszajuthatna, elment gyülekezetekbe. Annak a hétnek minden éjszakáján azt mondta, vissza akarok menni arra a helyre. És végül, mikor az apám bement a konyhába, azt mondta anyámnak, édesem, nem hagyhatsz itt ezzel a 3 gyerekkel, ki kell ezt verned a fejedből. Ez annyira emlékezetes. Ez a történet annyira hatással volt rám, hogy elmentem az egyetemre, és meginterjú voltam azokat az embereket, akik látták, hogy mi történt az anyámmal. Az egyik legkorábbi emlékem az, amikor ő elmondta ezt a történetet. Milyen csodálatos emlék, de 16 éves korodban visszaestél, majd újra odaszántad magad az Úrnak, és aztán egy szörnyű baleset ért. Beszélj nekem erről. Igen, 18 voltam. 11 hónapig visszaestem, 4 nap telt el azután, hogy odaszántam magam újra, amikor szörnyű autóbaleset ért, és majdnem meghaltam. Sok főbb sérülést szenvedtem. A 2. legjobb barátom, aki mellettem ült, meghalt.
Rettenetes volt. Azt mondják, hogy 77 napig voltam a kórházban, 3 szakorvos nézett meg, egy a hátgerincemet, egy pedig belülről, mert béna voltam, és a beleim nem működtek. 50 mg demerolt kaptam 3 óránként. 3 helyen, egy 25 centes pénzérményi területen a hajam kihullott, homlokcsonttörés, agyrázkódás. Egy orvos bejött, hogy helyre rakja az állkapcsom, de Isten meggyógyította, és csak azt mondta az orvos a leletvételekre, csinálják újra, azt mondta, nem értem, azért jöttem, hogy helyre rakjam az állkapcsát, de már helyre van rakva, és aztán a gyülekezet imádkozott értem egy este. Milyen hatással volt rád, hogy azt mondta, eltört az állkapcsa, itt vannak a röntgenek, eltört, mégis helyre van rakva, milyen hatással volt ez rád? Nos, ezt nem tudom. Valójában még nem tudtam két-két betegséget összehozni, mert még korai volt, és majd kiugrottak a szemeim, de aztán, amikor el akartak küldeni egy nagy kórházba, hogy lássák, hogy tudnak-e tenni valamit a bénulással és az emésztőrendszeri problémával, a gyülekezetem imádkozott értem, és aztán a következő napon már nem voltam béna. Aztán 2 betegséget összeraktam a harmadikkal, aztán amikor nem volt szabad mozognom, komoly fájdalmaim voltak, és még párnám sem lehetett, 3 ápolónőre volt szükség, hogy megmozdítsanak. Úgy mozgatják a térdeidet, a csípőidet és a vállaidat, hogy ne kelljen mozgatni a gerincedet. Miért nem akartak mozgatni? Olyan sok károsodás érte a gerincemet, hogy azt gondolták paraplégiás, vagyis béna maradhatok az életem hátra levő részére, ha rossz mozdulatot teszek. Egyik reggel felébredtem, és nem volt semmi fájdalmam. Ekkor egy hang belülről, nem kívülről, azt mondta, meggyógyítottalak, kelj fel és járj. Várj egy pillanatot, azt mondták, hogy paraplégiás maradhatsz életed hátra levő részére. Igen, még párnám sem lehetett, az új szövetséget olvastam tükörrel pótolva a szemüveget. Miért követted ezt a hangot, amikor nem tudtad, hogy nem-e fog ez visszavetni rendi? Mert az állkapcsom visszaugrott, a beleim már működtek, és a fájdalom elmúlt. Tehát ezért azt gondoltam, hogy meggyógyultam. Sőt, fel is keltél? Felkeltem, leengedtem az ágyrácsát, és kiléptem, és sétáltam, és nagy zűrzavart keltettem a kórházban, mert még nem kellett volna felkelnem. Nos, észrevettem, hogy elég jól tudsz járni már. Igen. Most, amit el fog mondani nekünk, ezt követően az, hogy mi tette őt vezetővé az emberek tanításában, és az emberekért való imádkozásban, hogy a kenetet át tudja adni, hogy mindaz, amit ő tesz, te még jobban tehesd. Nos, Randy Clarknak csodákban volt része, egyik jött a másik után. Fontos az, hogy az úgynevezett száraz évszakokban visszaemlékezzünk arra, amit Isten tett értünk? Hát, amikor a szolgálatba beleálltam, a baptista teológiára mentem, és ez egy szabad elvű döntés volt, vallásos tanulmányokat folytattam, és majdnem elvesztettem a hitemet. Ami visszatartott mégis ettől az volt, hogy tudtam, a gyógyulásom valóságos, és ezt nem tudtam letagadni. Minden más, ami természet fölötti volt, azt a tanáraim tagadták, de nem tudtam bevenni azt, amit ők tanítottak, mert én meggyógyultam. Tehát ez megtartotta, vagy megmentette a hitemet. Oké, most pásztor vagy, ha jól tudom, egy baptista gyülekezeté. Igen. És Isten elkezdett beszélni hozzád. Mit mondott neked a gyógyításról? Nos, egy fiatalember tanított, aki arra a főiskolára jár, ahova én jártam, és hallgattam őt, és hát nem volt egy nagy ige hirdetés. Azt értem ez alatt, hogy a vérfolyásos asszony történetét értelmezte, és én ezt már sokszor megtettem, és a közepén egyszerűen elkezdtek folyni a könnyek a szememből. Úgy éreztem, mintha kiütöttek volna, és azt gondoltam, ez meg mi? Semmi köze nem volt az ige hirdetéshez, az nem volt olyan jó. Mit csinálok én? És ezt hallottam, azt akarom, hogy tanítsd meg ennek a gyülekezetnek, hogy még ma is gyógyítok, és azt akarom, hogy tarts egy konferenciát a gyógyulásról ebben a gyülekezetben, és azt akarom, hogy másképp prédikálj, többet az én, és kevesebbet a te szavaiddal, és semmi többet a 3 pontról és a versről. Ez elég jó tanács. Oké, volt egy konferenciád. Láttál egy embert a tévében, akivel volt lehetőséget találkozni, és ez John Bimble. Meghívtad őt a gyülekezetedbe, azt mondta, hogy túl elfoglal, de valaki mást fog küldeni. Igen, innen folytasd most. Nos, Wayne Cook jött, ő olyan volt, mint a John jobb keze lett volna, és még 3 másik ember együtt megtörték a kötelékeket, és lehozták a mennyet a földre.
Nem láttam még senkit, akin keresztül így folyt volna az ismeretbeszéde. 20 szót mondott, és az már elég is volt. Imádkoztam és böjtöltem, hogy Isten jöjjön és látogassa meg a gyülekezetemet. Impartációt akartam kapni tőle. Az első két istentiszteleten más emberek is érintést kaptak a gyülekezetben, a szellemből ittak, és elestek. Soha nem láttunk még ilyet. Ez az egész új volt számunkra. Sok embert megijesztett az, hogy megpróbáltak minket kirakni az épületből, és ezért annyira megrémültek. Engem nem érintett meg az egész az első két alkalommal, csak szent irítséget keltett bennem. Aztán a harmadik istentiszteleten Isten szelleme engem és feleségemet egyszerre érintett meg, és úgy éreztem magam, mint akit sokkoltak. Várj egy pillanatot, hallok itt egy kifejezést, sokkolás. Tedd ezt érthetőbbé, hogy megértsem. Az elektromos áram, ha valamit megfogsz, ami fel van töltődve, annak van ilyen tulajdonsága, ha felerősíted, akkor ez fog történni a kezeiddel, és tudod, ez önkéntelen izomgörcsöket fog okozni. Ha ez így megy, az rázkódást fog nálad kiváltani, és a következő nap minden izületen fájt, nagyon hasonlóan ahhoz, mint amikor valaki egy elektromos kerítésnek megy neki, és az az elektromos kerítés megrázza. Az izületeid ilyenkor fájnak, és az a sok erő okozta a fájdalmat az izületeimben másnap. Ami jobb ennél, beszélj nekem arról az orvosról, aki mögéd állt, mi alatt imádkoztál emberekért, egy plasztikai sebész. Mit vizsgált meg, és mit mondott? Nos, egy éjszaka Brazíliában 13 ember gyógyult meg rajtunk keresztül, az egyik ember 30 csavarral volt összerakva, mindenféle csavarokkal, nem tudott mozogni, és mindent megtettek, amit tudtak. Az orvos leírta a neveiket és a számaikat, plasztikai sebész volt, és a következő 6 hónapon keresztül behívta őket, hogy lássa, hogy jól vannak-e. És azt a jelentést adta nekünk, hogy senki nem veszítette el a gyógyulását. 6 hónap kellett hozzá, hogy meggyőződjön róla. Ez a lényeg. A gyógyulást egy orvos bizonyította, ti szkeptikusok? Jézusban is voltak, akik kételkedtek. Mondd el, ez az, ami annyira csodálatos számomra. Embereket tanít, és aztán ők ugyanazt teszik, de az várakozáson felüli. Beszélj nekem arról a gyülekezeti tagról, aki elment veled az egyik utadra, és imádkozott valakiért, aki, ha jól tudom, bénult volt. Igen, paraplégiás. Észak-Karolinából származott, Wilmingtonból. A felesége ápolónő volt, és a férj viszonylag új kereszténynek számított. Régen alkohol problémái voltak, kigyógyult az alkoholizmus. És 3 egymást követő évben velem akart jönni, hogy megtanulja a betegekért való imádkozást, újra és újra valahogy lekéste a vasúti kocsit, és ez alkalommal nem, és ezt nem azért mondom el, hogy zavarba hozzam, hanem hogy Isten kegyelméről beszélhessek. Néha azt gondoljuk, hogy olyan szentnek kell lennünk Isten előtt, hogyha használosson minket, ez csak kegyelem, és ezért említem meg. Úgyhogy itt van ő, és nem aludt semmit 48 órán keresztül, én kész voltam, hogy előre hívjam az embereket imára, kb. 10 000 ember készült a szentében előre jönni, és ő ezt a rövid imát imádkozta. Uram, tudod, hogy soha nem imádkoztam még senkiért az életben, ezért jöttem el megtanulni, hogyan imádkozzam emberekért ezen az úton. Szeretnék látni valakit meggyógyulni, de nekem ez az első hozzáli, meg könnyű esetet, fej vagy hasfájást, semmi nehezet, és felnéz és lát egy fiszkót, amit kerekesszékben gördül felé, és azt mondja, nem uram, nem, ezt ne. Még rá sem nézett, elfordította a fejét, és a fickó odahajtja a tolószéket, felhúzza a nadrágot a lába szárán, miközben a háttérben én épp ezt mondom. Jézus sok embert meggyógyított, téged is meg akar gyógyítani most. Erre ő azt mondta, Istenem, mindent megtettem, amit tanítottál nekem, majd megkérdezte a tolószékes, de nem történt semmi. És azzal a kicsi hittel, ami neki volt, azt mondta, nekem nincs most semennyi. De aztán visszaemlékezett rám, amikor azt mondtam, ne várd el tőlünk, hogy meggyógyítsunk bárkit, és egyedül Isten tud gyógyítani, de az elvárhatott tőlünk, hogy szeressük őket, és amikor elkészültünk arra, hogy imádkozzunk, kértük, hogy rosszabbul ne érezzék magukat, mint azelőtt, ne terheljük meg őket bűntudattal, és nem mondjuk azt nekik, hogy ez az ő hibájuk vagy bármilyen. Azt gondolta, ha most nem imádkozom, és ez olyan rövid ima volt, nem fogja megbecsültnek érezni magát, egyszerűen azért, mert ember, úgyhogy csak azért fogok imádkozni, hogy szeretve legyen, nem azért, hogy meggyógyuljon, és mire ezt kimondta, majdnem elaludt, a feje lecsuklott a válla tetejére, és mielőtt elkezdett horkolni, a fickó kiugrott a kerekesszékből, megfordult, megölelte őt, és elkezdett sírni a vállain, addig sírt, míg a csapattagunk inge átnedvesedett. Aznap este úgy mentem haza, hogy Istenem, ez nem igazságos, én már 30 éve imádkozom ilyen csodáért, most én vagyok beteg, de ideál, ő első imára. Elmondom neked, hogy néhányan otthon és a
stúdió közönség közül is ugyanezt érezhetik. Aztán, amikor túltettem magam ezen, rájöttem, hogy az ő gyógyítása az én gyógyításom is, mert mindnyájan egy test vagyunk, és mindez Isten dicsőségére van. Akkor túljutottam ezen, és megköszöntem az Úrnak. Tudod, most valami fontos dolgot mondtál. Azt mondtad, hogy ő emlékezett arra, hogy megtanítottad neki, hogy szeretheti azt a szemét. Igen. Megmutathatod annak az embernek Isten szeretetét. Szeretnéd, ha úgy tudna használni téged az Úr az ismeret beszédében, mint Randy Clarkok, amikor tanítasz, hány százalék pontossággal jön be neked az ismeret beszéd? Amikor tanítok, rendszerint van időnk rá, hogy az emberek kipróbálják az életben először maguk is az ismeret beszédét, és rendszerint ez 90%-os pontossággal bejön. Ez elég jónak tűnik, mindjárt visszajövök. Oké, felkeltetted az érdeklődésemet az ismeret beszéde iránt. Röviden, mi is az ismeret beszéde? Nos, ez olyan természet fölötti ismeret, amit nem kapsz meg oktatáson vagy tanuláson keresztül, vagy akármilyen természetes módon. Az én esetemben úgy működik, hogy segít a gyógyításban. Isten gyógyítani akar. De ismerek olyan embereket, akiket néha az ismeret beszéde felemel a legmagasabb pozícióba egy elektromérnöki társaságnál, mert amikor lesz egy problémájuk, amivel nem számoltak, akkor kiimádkozzák, és Isten el fogja mondani nekik, hogy mi is az a probléma, úgyhogy ez egy olyan tudás, amit nem kapsz meg természetes módon. Hogyan mentoroltad magad, és mentoroltak téged, hogy ebben az ajándékban mozogj, amiről beszélsz, és javíts ki, ha nincs igaza. Mindenki, aki hisz a messiásban, képes ezt megtenni? Hiszem, hogy mindenki képes. Néha egyesek jobban mozognak benne, mint mások, de hiszem, hogy mindenki meg tudja tenni. Te esetedben ez hogy történt? Egy ember 5 percben elmondta nekem telefonon, hogyan lehet az ismeret beszédét megkapni, és néhány nap múlva már meg is kaptam. Oké, akkor neked is van 5 percet, hogy elmond nekünk, Randy. Azt érzed, hogy a fájdalom nem a te fájdalmad, mégis érzed. Olyan benyomásod van, mintha valami betegséged lenne. Szeretnél látni valaki mást, hogy lásd, mi fáj neki, vagy hogyan sérültek. Talán ez egy baleseti terület, vagy a testnek egy része olyan, mint egy elmebeli kép, egy nappali álom, ami előtted van. Látod a szavakat valakin, ami olyan, hogy valóságban látsz valaki fölött egy szót, és így el tudod olvasni. Meg tudod majd mondani, hogyan imádkozz valakiért, vagy beszélj valakihez, és olyas valamit hallasz majd magadtól kimondani, amit nem te gondoltál ki. Egy furcsa élmény, amit Isten ad, egy olyan interpretáció, amely az egyik módja lehet annak, hogy te magad is előre álmodj, és azután ez az álom megadja neked a hitet ahhoz, amit Isten akar tenni. Ez néhány lehetséges módja annak, hogy az ismeret beszédét hogyan szerez meg. Hogyan működik nálad az álomlátás, hogyan kezdődött? Beszéltem valakivel, meginterjúvoltam olyan embereket, akik halottakat támasztottak föl Mozambikban. Ez az egyik hobbim, olyan emberekkel beszélgetni, akiket vagy feltámasztottak, vagy ők támasztottak fel valakit. És én megkérdeztem ezt a 3 fickót, akik mind halottakat támasztottak fel, hogy az interjú után kaptak-e ismeretbeszédét, ők azt mondták, hogy igen. És én azt mondtam, nos, hogyan kaptátok ezt meg? És én nem tudtam, hogy lehet álmon keresztül is, és az egyik azt mondta, mi álmodjuk ezeket. Én megkérdeztem, hogyan működik ez, és ők elmondták nekem. 2 hét múlva, amikor Brazíliában voltam, lett egy álmom. 2 kezet láttam, testet nem, karokat sem, csak 2 kezet, mint a valami bele lett volna vésve, és kb. 5 cm-re kiállt a tenyeréből. Nem voltam benne biztos, hogy Istentől van-e, mert ez volt az első álmom, és egy fickó szaladt előre a hátsó sorból, láttam egy nagy kezet, oda tette a kezét az enyémbe, és mielőtt azt tudtam volna mondani, hogy jöjj, Szent Szellem, már meg is gyógyult a keze, le is volt bénulva, és egy nagy sebhely volt rajta, kb. 5 cm-re kiállt a nagy heg a tenyeréből, úgyhogy amikor meghallotta az ismeret beszédét, tudta, hogy ez neki szól, tudta, hogy meg fog gyógyulni. Az ismeret beszéd által gyógyult meg, nekem nem sok dolgom volt vele, inkább azt mondtam, uram, ez olyan könnyű, lehetne ebből még több is? Oké, itt megállunk, most szükségem van rád, szeretném, ha átadnád magad Isten szellemének, és elmondanád azt, amit Isten éppen most mond neked. Oké, azt hiszem, vannak testrészek, amiket Isten gyógyítani akar, és az elmúlt 30 percben kaptam az ismeret beszédén keresztül úgy, hogy éreztem a legtöbbet ezek közül. Valakinek valami probléma van a bokájával, a jobb oldali bokacsontjával, van valami, Isten meg akarja gyógyítani ezt. És valaki másnak pedig agysérülése volt. Ez baleseti eredetű, sőt, azt hiszem, ez egy autóbaleset volt. Ez valami agysérülésnek a következménye, és voltak komplikációk, és én hiszem, hogy az Úr meg fogja gyógyítani ezt. Van valaki, akit Máriának hívnak. Tudom, ez elterjedt név, úgy hiszem, Isten meg akar gyógyítani egy Mária nevű hölgyet. Te valaki miatt majdnem elvesztetted a házasságodat a féltékenység szelleme miatt, és Isten meg akar szabadítani téged ettől a féltékenység szellemétől. That spirit of jealousy
És valakinek fájdalom van a szívének a jobb alsó részében, Isten meg akarja gyógyítani ezt, és most ennyire van idő. Atyám, a Jézus nevében megáldjuk azokat az embereket, akikre ezek vonatkoznak. Beszélünk a csonthoz és a jobbokához, hogy gyógyuljon meg belülről a jobboka, nem is csak a csont, hanem a szövettel valami nem stimmel, gyógyuljon meg. Istenem, te meggyógyítod azt az embert, akinek valami ezt okozta. Beszélünk a szívhez, beszélünk ehhez a féltékenységi ügyhöz, hogy a féltékenység szelleme menjen el, és bármi más is, amivel Mária küzd. Istenem, te meggyógyítod azt az embert, akinek az agysérülése lett, és Uram, egyszerűen a Jézus nevében szólunk, mert ez a te akaratod, és mivel tudják, hogy ez a te akaratod, legyen benne hitük, egyetértésbe kerülök ezzel Jézus nevében, hogy ők meggyógyuljanak. Amen. Néhányan kérdezhetitek, hogy mi a célja a csodáknak végül is, a bűneink meg vannak bocsátva, a mennybe megyünk, miért van akkor szükség csodákra? Nos, van egy jó magyarázat erre, mert ez a módja annak, ahogyan Izrael messiása működött. Ez egy jó ok. Bemutatta a királyságot, és aztán kiérdemelte a jogot ahhoz, hogy bemutassa az embereknek, hogyan ismerhetik meg a királyt. Most, mivel Randy már kifutott az időből, és mert nincsenek minden gyülekezetben olyan emberek, akik hisznek és együttműködnek a természet fölötti csodákban, itt van a B tervünk, de a B terv csak néhány ember számára működik. Prédikáltam kb. 450 zsidó embernek, akik nem ismerték a messiást, és úgy csináltam mindent, mint Randy, az ismeret beszéde által imádkoztam betegekért, 30-40-en felállnak, és azt mondják, éppen most gyógyultam meg. Ekkor lehetőségem nyílt bizonyságot tenni arról, hogy miért gyógyultak meg ezek az emberek. Ezért van szükség csodákra. Ezért van szükség csodákra, mert a király nem sokára visszajön a királyságába. És Isten téged is a királyságban akar látni. Eleget hallottál már ahhoz, hogy Jézust messiásoddá és uraddá tett, hogy megold a bűneid, hogy elmond neki, hogy sajnálod, és hiszel abban, hogy a Jézus vére nem csak elmossa a bűneidet, hanem hatalmat is ad neked ahhoz, hogy győztes légy. És aztán behívod a messiás életét a bensődbe. Valakinek a nyaka éppen most gyógyult meg. Csak mozgasd a fejed, és meglátod, a fájdalom elmúlt. Valójában a fájdalom bármely formája eltűnik most, és szeretném, hogy tudjatok valamit, ahogy Randy mondta, Isten értékel téged, Isten szeret téged, az ő fiát azért küldte el, hogy egy szörnyű halállal halljon meg, mert annyira szeret téged, Isten szeret téged, emlékezz erre.